Magyar Tudományos Akadémián átvehettem a doktori oklevelemet, ami számomra egy hatalmas öröm és egy hatalmas megtiszteltetés. Azért különösen nagy öröm, mert én klinikusnak tartom magam, olyannak, aki a betegellátással foglalkozik, de úgy alakult az életem, hogy több éven át, összesen 14 éven át a Semmelweis Egyetemen is dolgoztam, ahol az oktatás és a kutatás is nagyon fontos szerephez jutott. Mivel a pályámat patológusként kezdtem, a későbbiekben is megmaradt a patológia iránti vonzalmam, és előbb a PhD disszertációmat készítettem el patológiai tárgyú kutatási eredmények alapján, most pedig ezt az akadémiai doktori disszertációt sikerült az elmúlt több mint 25 év kutatási eredményei alapján összefoglalni, megírni, és tavaly éppen a születésnapomon megvédeni sikeresen. Mit jelent ez szakmailag? Mit jelent a gyógyítás szempontjából? Mit jelent a jövő szempontjából? A hétköznapi gyógyítás szempontjából talán direkt hatása nincs, vagy nagyon kevés. Mégis úgy gondolom, hogy abban segít ez engem, hogy azt az elképzelést, mi szerint az ember egyrészt a gyógyító munkába vegyen részt aktívan, másrészt bizonyos szakmai területeken, transzlációs kutatásokban vehessen részt. Ez azt jelenti, hogy nagyon szoros kapcsolatban a betegellátással, de mégiscsak egy kutató munkát végezzen. Ez az oklevél, ez az MTA doktora cím, ez egyfajta elismerés és egyfajta megerősítése annak, hogy ezt a munkát így is lehet csinálni. Itt ma Magyarországon, magyar betegekkel és magyar orvos kollégákkal együttműködésben. És MTA doktoraként bejönni a Semmelweis napon gyógyítani az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe változtat valami? Én azt gondolom, hogy az egész életem, az egész szakmai életem, miután idén lesz 35 éve, hogy elvégeztem a Semmelweis Egyetemet, mindig valahogy különböző dolgoknak az összekapcsolódásából adódott. Egyrészt sikerült összekapcsolnom a patológiát, a pulmonológiát és az onkológiát. Mást is sikerült összekapcsolnom az alapkutatást és a betegellátást. Tehát én azt hiszem, hogy valahogy ez a díj, és az, hogy mi most itt éppen a Semmelweis napon, egy ünnepi napon, de hát én látszik rajtam, hogy fehér köpenyben vagyok, én még az ügyeletes, tehát ez is valaminek az összekapcsolódása. A szakmai munkának, a betegellátásnak, a kutatásnak, az úgynevezett transzlációs kutatásnak, és annak, hogy én azt remélem, hogy egy országos intézetből is lehet ilyen szintű kutatómunkát végezni, és személy szerint azt remélem, hogy talán a jövőben egy kicsit az oktatásba is aktívabban fogok tudni bekapcsolódni ennek a díjnak a segítségével.